Szó. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt államtitkár úr, a kormány tavaly a maléf helyzetének rendezése kapcsán tanúsított halogató magatartása már akkor előre vetítette a dolgozók számára, hogy a cég stílszerű metaforával élve kemény landolásra fog kényszerülni. Amikor idén január 31-én egy kormányrendeletben nemzetgazdaságilag stratégiai fontosságú cégnek minősítette a vállalatot, majd másnap elrendelték a csődvédelmet, már a dolgozók is érezhették, ez már a kényszerleszállás kezdete, de azért tovább bizakodtak. Ám amikor február 3-án bekövetkezett a vég, és kiderült, hogy nincs tovább, az már felért egy régi katasztrófával. A nemzetgazdaságilag stratégiai fontosságú cég megmaradt, értékesíthető vagyonát megpróbálják pénzét tenni. De van egy olyan vagyonelem, ami nem szerepel a mérlegben, a vagyonleltárban. Ez a dolgozók szaktudása, évtizedes felhalmozott szakmai tapasztalata. Sokan dolgoztak a vállalatnál, akiknek a szülei, nagyszülei is itt dolgozták végig az életüket. Ezekben az emberekben olyan kollektív tudás halmozódott fel az évtizedek során, ami most szintén felszámolásra kerül. Több olyan pilótát már ki is rúgtak, akik 20-30 éve dolgoztak a Malévnál, és búcsúzásul egy pohár pezsgőt, egy köszönömöt sem kaptak. De várhatóan a többi 2600 dolgozó sem, sőt, abban sem nagyon bízhatnak, hogy hozzájutnak jogos járandóságukhoz. A Malév leáncégeinél is a hírek szerint a dolgozók kétharmada elveszítheti az állását. A Malév üzemi tanácsa éppen ezért beadvány nyújtott be a munkaügyi bírósághoz, a létszám leépítéssel kapcsolatos konzultáció elmaradása miatt. A volt Malév dolgozói mintegy 8,2 milliárd forint nagyságú követelésének csak egy töredéke térülhet meg a bérgarancia alapból. A márciusi béreket már az alapból fizetik ki majd április végén. Így a családok pénz nélkül maradtak húsvétkor, nem tudták befizetni április elején a rezsijüket, törlesztőjüket, mindennapi megélhetésük került veszélybe. Információink szerint kísérlet történt a dolgozók közös megegyezéssel való elküldésére is, arra utalva, hogy elégedjenek meg a jóval kisebb, de biztos pénzzel, mint az indokolt, de bizonytalan és egyre bizonytalanabb kifizetésű végkielégítéssel. Tisztelt államtitkár úr! Ha a kormány nemzetgazdaságilag stratégiai fontosságúnak minősítette a Malévot, az a dolgozókra nem vonatkozik? Amennyiben a felszámolás során kiderül, hogy nem lesz fedezet a dolgozók követeléseinek kifizetésére, mit kíván tenni a kormány, hogy legalább most ne hagyja cserben a dolgozókat? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Fúrnagy János államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Mind a magyar dolgozói társadalom, mind az ön nevében remélem, hogy soha nem kényszerül arra, hogy nem 2000, hanem 20 ember sorsáról kelljen gondolkoznia felelősen. Ön ezzel a hozzászólásával az üggyel kapcsolatos egyébként valóban nagyon komoly, és valóban családok ezreinek a sorsát teszi a napi, hát hogy mondjam, politikai szóváltás témájává. Az önnel elmondottaktól eltérően nem 2600, hanem sajnos az is sok, 2000 dolgozót érintettek a Malévvel kapcsolatos elbocsájtások, amelyek ellen egyébként sem az üzemi tanácsnak, sem másnak nem volt kifogása. A leépítésre, a munkatörvénykönyv szerinti csoportos létszámleépítésre vonatkozó szabályok alapján került sor. A szakszervezet és az üzemi tanács valóban kifogással élt a Malév Grand Handling földi kiszolgáló ZRT-nél, a kifogásokat azonban a bíróság elutasította. A Malév leállását követően a dolgozók rendben megkapták a januári és februári bérüket, illetve az állásidőre járó juttatásukat. Hangsúlyozom, hogy az anyavállalatnál a Malév dolgozóinak tavalyi éves átlagjövedelme havonta átlagosan 650 ezer forint volt, így az elbocsájtott dolgozók teljes követelése, felmondási idő, végkielégítés, szabadságmegváltás a járulékokkal együtt mintegy 6,6 milliárd forintot tettek ki. A munkavállalók védelmét a 94-től hatályos törvény szerinti bérgarancia rendszer szolgálja, amely megelőlegezi a bérek kifizetéséhez szükséges fedezet egy részét.
A felszámoló ennek megfelelően az illetékes munkahogyi központhoz benyújtotta a kérelmét a bérjellegű tartozások megelőlegezése érdekében. Ebben az évben jogosultként legfeljebb 1 millió 13 forint vehető támogatási igényként. A kormány a lehetőségein belül mindent megtett és megtesz az elbocsájtott dolgozók mielőbbi munkahelyhez jutása érdekében. Budapest főváros kormányhivatalának munkahogyi központja április 2-a és április 6-a között minden nap több csoportban elhelyezkedés segítve álláskeresési tanácsadást, illetve álláskeresési tréninget tartott. Április 12-én és 19-én állásinformációs napot tartott az érintett dolgozóknak. Április 19 és május 24 között kihelyezett ügyfélszolgálatot biztosít a munkahogyi központ. Mindezek mellett megkezdődtek a szükséges munkák és azon támogatási lehetőségek számbavétele is, amelyekkel az elbocsátások miatti foglalkoztatási gondok kezelhetők. Azoknak, akik rövid időn belül nem tudnak elhelyezkedni, az új Széchenyi terv forrásaiból a TÁMO projekt keretében bérköltség és bértámogatással, vállalkozóvá válási támogatással, szükség esetén képzéssel segít a kormány, megfelelve egyébként ezzel az európai gyakorlatnak. Tisztelt képviselő úr, más sem tesznek mást Európába, ezt lehet tenni, ezt tesszük mi is. Tehát az elbocsájtott dolgozók nem maradtak magukra, a rendelkezésre álló eszközeivel mind a kormány, mind a munkahogyi központ segítette, és segíteni fogja a munkavállalók újbóli elhelyezkedését. Kérem, hogy válaszomat tudomásul venni, szíveskedjenek. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a képviselő asszonyt, vagy urat, nem tudom, képviselő urat, hogy elfogadja az államtitkári választ. Köszönöm szépen. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy ketten adták be, Szél Bernadett és Segin Gábor adták be az interpellációt. Segin Gábor, hallgatom. Köszönöm szépen. Államtitkár úr, én megértem, hogy kellemetlen helyzetben van, de ugyanakkor engedje meg, hogy én, mint képviselő, éljek azzal a jogammal, hogy interpellációt intézek önhöz, mint a kormány képviselőjéhez. Ön azt mondja, hogy amikor az önök felelősségi körébe tartozó céggel kapcsolatban kérdést teszek fel, ezt ön felháborítónak tartja, és azt gondolja, hogy a napi politika játszmájává teszem ezt a kérdést, akkor ön nagyon furcsán értelmezi a demokráciát, ugyanis minket képviselőket azért küldtek ide a választók, hogy felügyeljük azt, hogy önök hogyan élnek az önökre ruházott joggal. Ugyanakkor sajnos azt kell, hogy megállapítsam, hogy gyakorlatilag beismerte, hogy a dolgozók nem fogják megkapni a jogos végkielégítésüket, és itt arra hivatkozott, hogy túl sok az összeg, amivel tartoznak. Hát egy hétvégi kormánydöntéssel 10 milliárdot találnak a Debreceni stadionra, vagy 500 milliárdot képviselő a borra. Nem ért. Ezek szerint képviselő nem fogadja el a választ, ha jól értelmezem. Kérdezem a